Dombóvár néhány héttel ezelőtt megkezdte Buzánszky Jenő emlékévet, amivel a futballlegenda 100. születésnapjának kívánnak emléket állítani. Nagy öröm számunkra, hogy az idén évben harmadik alkalomban tudjuk megtartani itt a Hemibe a Buzánszky Jenő emléktornát. Ez azért is nagy öröm, hiszen amikor elkészült a műfüves pálya mellett, most állunk és a fiatalok használnak, akkor a sportcsarnokot és a műfüves pályát elneveztük Buzánszky Jenő Sportcentrumnak. Amit ugye menet közben már a Hemi vett át kezelésébe, hiszen a fenntartó személye változott. Bükösdi Olga, az intézmény igazgatója elmondta, hogy miért tartja nagyon fontosnak ezt a tornát. Mi nagyon örülünk annak, hogy helyet adhatunk ilyen sportrendezvényeknek. Nagyon örülünk ennek a kis pályának is, mert alapvetően azt gondoljuk, hogy a mai fiatalságnak vissza kell adni azokat az élményeket, ahol egymással érintkeznek, közösségben vannak. Mindannyian tudjuk azt, hogy az okostelefon mit művel, akár a pszichével, akár a kognitív képességekkel. És valahol egy kicsit, hogyha ezen tudunk mozdítani, és a foci, az pontosan erről szól. Egy olyan közösségi tevékenység, ami tulajdonképpen azáltal, hogy futnak és mozognak, még dopamint is termel. Tehát reméljük, hogy egy kicsit tudunk változtatni azon a világon, amely felé most éppen tartunk. Berki Zsolt gyermekkorában nagyapja révén szoros kapcsolatot ápolt és motivációt kapott Buzánszky Jenőtől. A kötiskolát mozgatott meg, illetve hát a környékben lévő gyerekek számára is egy kicsit a labdarúgásnak gyakorlatilag a népszerűsítéséről van szó. Én ezt önzetlenül teszem, és megmondom őszintén, nekem az egyik kedvenc edzőm volt a Manchester Unitednak a sztár, úgymond legendás vezetőedzője, mesteredzője, Sir Alex Ferguson, aki azt mondta, hogy a játékot szeresd, ne a díjakat. És én ugyanezt mondom, ezt tudom tanácsolni tényleg minden kisgyereknek, illetve minden nagyobb srácnak, akik tényleg érdeklődnek a labdarúgás iránt, hogy a játékkal törődjenek, ne a pénzzel. A programsorozatnak az elkövetkezendő egy évben számos más állomása is lesz, amely igyekszik minden korosztályt megmozgatni.